A megye országgyűlési képviselői és 250 önkormányzati szereplő részvételével tartották a KDNP önkormányzati tanácsának ülését szombaton Máriapócson. Az önkormányzati testületet közel két éve alakították újra a párt szervezet rendszerén belül, elnökének Sesták Oszkárt választották. A testület egyebek mellett javaslataival segítséget nyújthat a párt parlamenti képviselőinek és a kormány KDNP-s helyettes államtitkárainak, minisztereinek az önkormányzatokkal kapcsolatos döntések előkészítése és megalkotása során. Az önkormányzati tanács megalakulása óta most először tartott országos gyűlést. Azt a célt szolgálja ez a rendezvény első alkalommal, hogy a közösségépítést, az egymás tapasztalatainak átvételét, akár testvérmegy települési kapcsolatok kialakítását, ugye hát határon túli polgármester kollégákat is hívtuk ide a határ innenső oldalára elősegítse. Eddig is számos gazdaságot, ipart és mezőgazdaságot célzó fejlesztést, népesedési, képzési, illetve kulturális programot indított a kormány a határon túli magyar lakta területek támogatására, hangsúlyozta a rendezvényen Kósa Lajos. A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter hozzátette, ezeket a programokat a választásokat követően is folytatni kell. Kósa Lajos elmondta, meg kell vizsgálni, hogy az uniós projektek mellett el lehetne indítani összetettebb a magyar-magyar települések közötti kulturális kapcsolatokat és az identitás erősítését szolgáló programokat is. Ezek megvalósításában a három országgal határos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is kiemelt szerepe lehet. Érdemes egy olyan fejlesztési alapot csinálni, vagy elkülöníteni, ami a kifejezetten azokat magyar fejlesztési pénzből, azokat a programokat hivatott támogatni, tehát ott egy pályázati rendszerben, ami kifejezetten határon átívelő, kisebb településeknek az alapvetően kulturális intézményhálózati fejlesztése, együttműködése, ezekkel sokkal könnyebb akkor boldogulnak. A miniszter beszélt az önkormányzati adósság konszolidáció fontosságáról és a Modern Városok Program jelenlegi állásáról is. Utóbbiról szólva elmondta, Nyíregyházán vannak még tisztázandó dolgok néhány kérdésben a programban szereplő elemekkel kapcsolatban, illetve vannak olyan projektek is, amelyek túlmutatnak a Modern Városok Program fejlesztésein. Ugye Nyíregyháza gyorsprogramú utánozatban bekötött, de például meg kell fogalmazni, és itt ez megint fontos, hogy nem csak a Modern Városok programig látunk, hanem azon túl is, hogy a régóta szorgalmazott, a két város vezetése között régóta szóban lévő négyes összeköttetést, azt gyorsforgalmi után fejleszteni, úgy egyébként, hogy kétszer-két sávos szintbeli kereszteződések vannak, de nagyon fontos, hogy a két város közötti kapcsolatot szorosabbá tegye. A rendezvényen Kósa Lajos mellett előadást tartott még Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, Rákosi Balázs Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár, Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár, Pap László Debrecen polgármestere és Gál Gergely országgyűlési képviselő.